Óriási fadölt a Bonyhádi Kórház épületére, a nagy erejű szél csavarta ki, a képeket a helyi önkéntes tűzoltók készítették, ugyanúgy, mint ahogy ezeket is. Ezen a fotón az látszik, hogy a szintén Bonyhádi béketéren éjszaka kellett egy nagy fát legaljazniuk a tűzoltóknak, mert a szél többször nekifújta az ágait a villanyvezetéknek, félő volt, hogy le is szakítja. Ezeken a másik felvételeken pedig az látható, hogy hidason egyéb közlekedő autóra zuhantak faágak, csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg. Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak az elmúlt napok szokatlanul szeles viharos időjárása, de nem csak nekik, a rendőröknek is volt dolguk. Ezek a fotók pedig a 65-ös úton készültek, itt is a szél okozott gondot. A személyautó sofőrje épp előzni akarta a teherautót, amikor egy hatalmas lökés nekivágta a plató falának. Mindketten az árokban kötöttek ki, senki nem sérült meg. A rendőrség szóvivője szerint az extrém erős széllökések idején érdemes betartani néhány egyszerű közlekedési szabályt. Ilyenkor érdemes a sebességünket úgy megválasztani, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni. Nem mindegy, hogy egy tonnás vagy egy több tonnás járművel közlekedünk, hiszen egy könnyebb autóban sokkal könnyebben bele tud kapni a szél. Érdemes előzésnél nagyobb távolságot tartani a mellettünk levő autótól, mert a szél, mint ahogy meg is történt, nekicsaphatja a kocsinkat a másik autónak. A nagyobb méretű járművek mellett úgy haladjunk el, hogy szintén csökkentsük a sebességet, hiszen azoknak a széllökése olyan erejű lehet, ami szintén balesetet okozhat. Az extrém időjárási körülmények között, és nem feltétlenül csak a széllökésről, hanem a nagyobb erejű esőről, illetve nagyobb mennyiségű csapadékról is szó van itt, szintén fontos, hogy olyan műszaki felszereltségű járművel közlekedjünk, amelyek segíthetnek bennünket abban, hogy biztonságosan hazaérjünk. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban nyugodtabb időjárás érkezik, de vasárnaptól újra visszatérhetnek a viharos széllökések országszerte.